estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma is, ugyanis érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze. Megtartották az APA Klub sorozat első beszélgetését a Petőfi Kultúrtanszéken, ahol négy a városban is ismert édesapa osztotta meg tapasztalatait egymással, illetve az érdeklődőkkel. Az eseményen kiderült, hogy mennyire fér össze a család és a karrier, de arról is szó esett, hogy ki hogyan és mennyire veszi ki a részét a gyermeknevelésből, illetve arra is fény derült, hogy előny vagy inkább hátrány, hogyha a család férfi tagja ismert. Cserpakovics András polgármester, Szirányi Bence válogatott jégkorongozó és Németh Ádám a Szent Imre iskolaház egyik nevelője volt a vendég az APA Klub legelső beszélgetés sorozatában, amit Bácskai Gergely online felelős szerkesztő moderált. A Fúzió és a Széna Egyesület közös szervezésében olyan édesapákat hívtak meg, akik remekül helytállnak a karrier és a családépítés világában egyaránt. Úgy gondoljuk, hogy sokan tényleg úgy vannak, hogy azt mondják, hogy majd akkor vállalunk gyereket, hogyha megvan az egzisztencia, karrierben már elértünk egy szintet, de mi azt akarjuk ezzel bizonyítani, hogy soha nem lesz egy alkalmas időpont, amikor azt mondhatjuk, hogy most. És itt van az ékes példa egy sportoló, egy pedagógus és egy politikus személyében, aki a gyerekek mellett is tudja a karrierjét építeni, sportolni tud, illetve hát van egy ember köztük, Ádám, aki ugye amellett, hogy 3 gyerek édesapja, még esténként másik 20-30 gyereknek a sorsát is igazgatja. Tehát tényleg olyan példákat szeretnénk mutatni, akik képesek vagy a karrier mellett az apaságra is, vagy pedig apaként nyújtanak valami olyan kiemelkedőt, amiért érdemes őket bemutatni a többi apának, vagy annak, aki apa szeretne lenni. Miért pont ezt a témát ragadták meg? Azt gondolom, hogy a nőknek szóló beszélgetésekből nagyon sok van mindenféle. A nők szeretnek beszélgetni ezekről a témákról. Hát mi férfiak, apák annyira azért kevésbé, de ide próbáltunk egy olyan közeget teremteni, ahova reméljük, hogy több férfi jön el, mint nő, és tényleg tudunk kötetlenül beszélgetni arról, hogy mennyire is változik az apa szerep. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a mai modern világban mennyire veszik ki a részüket a férfiak. Nagyon sokat változott ez. A mai estének a műsorvezetője talált egy 1955-ös háztartási tankönyvből egy mondatot, hogy mire apa hazaér, addigra ki kell kapcsolni a háztartási gépeket, és meg kell kérni a gyerekeket, hogy csendesedjenek el. Tehát szerintem azért ettől nagyon távol vagyunk, hogy az apa csak a kenyeret teszi az asztalra, és ő neki nincs más szerepe. Tehát amióta nekem az első gyerekem megszületett 3 évvel ezelőtt, akkor még úgy páran voltunk a belvárosban, aki egyedül anya nélkül sétáltatta, vitte sétálni a gyereket a városban. Én most azt látom, hogy egyre többen vagyunk olyanok, akik babakocsival, kézen fogva, vagy akár hordozókendővel sétáltatja a gyereket esténként, sétál a gyerekkel esténként. Tehát, hogy ebben nagyon sok változás van, és ugye a Facebook, a különböző fórumok is azt mutatják, hogy egyre inkább arról szól minden, hogy ki kell vennünk a részünket a gyereknevelésből, és ez azt gondolom, hogy így is van jól. A vendégek között szerepelt Cserpakovics András, Székesfehérvár polgármestere is, aki 3 gyermek édesapja. Elmondta, néha nem egyszerű összeegyeztetni a munkát a családdal, de szerencsére hatrafoghatók a nagyszülők is, akik szívesen segítenek a gyermeknevelésben. Nyilván nem könnyű ezeket a feladatokat, szolgálatokat összeilleszteni, de hát nyilván kell egy nagyon megértő család a háttérben, kell jó kollégák, akik azért a naptár összeállításánál figyelnek fontos dolgokra. Mi is próbálunk az elvekben beletenni egy-két olyat, amikor egy-egy hétköznap a héten az ember időbe hazaérjen, a hétvége az legyen minél szabadabb, hiszen miközben az ember nyilván vezet egy várost, közben azért édesapa, és nyilván próbál ennek a nagyon-nagyon-nagyon szép kihívásnak is megfelelni. Törekszünk arra, hogy ugyanúgy tudjanak fölnőni a gyermekeink, mint bárki más gyermekei. Nyilván ezzel a névvel ebben a városban nehezen tudnak elbújni, de szerencsére eddig tényleg azt tudom mondani, hogy bárhova is mentek, a környezet az nagyon megértő, és nagyon segítette nekünk abban szülőknént, hogy ők úgy tudjanak
a lehető legjobban úgy tudjanak fölnőni, ahogy minden más gyermek a városban. Úgyhogy próbálunk nekik mindent megadni. Nyilván a legnagyszerűbb dolog az ember életében az a három gyermek, és próbáljuk őket becsülettel nevelni. A polgármester bár nem ő végzi a háztartás nagy részét, de igyekszik megkönnyíteni felesége dolgát, kiveszi részét a házi munkából. Elmondta, bevásárolni kifejezetten szeret, és a mosogatókép ki- és bepakolása is az ő feladatai közé tartozik. Nem mondom, hogy én végzem a háztartás nagy részét, mert azért az talán nem is férne bele ebbe az időbeosztásba, de igyekszem kivenni a részemet. Bevásárolni például kifejezetten szeretek. A mosogatógép az enyém, a ki- és bepakolásokkal, de azért hozzátartozik, hogy nyilván a feleségem az, aki igazán összefogja a mindennapokban a családot, és hát a nagyszülők pedig nagyon-nagyon-nagyon sokat segítenek. Mind a család, mind a két ágám rengeteget akár a háztartásban, de ami is azt gondolom, sokkal fontosabb, hogy az unokák van az ő nevelésükben, vagy ahogy édesapám szokta mondani, a rontásában, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon aktívak, ami nagyon-nagyon jó a nagyszülőknek, illetve hogy őket fiatalon tartja, nagyon jók az unokáknak, hogy a nagyszülőkkel sokat lehetnek, és nekünk pedig azért egy óriási segítség nekem is, mert most mindig tudom, hogy jó helyen vannak, de a feleségemnek azt gondolom, hogy különösen. Nyilván három gyerek az komoly logisztika is, ráadásul ugye ezek különböző életkorok, az egyik ide rohan, a másik oda rohan, azért a nagyobbaknak már megvan a saját kis életük a külön órákkal, a sporttal, a barátokkal, a pici ugye az óvoda végén van, neki is most már van óvodán kívül is kis élete és kis szabadideje. És ezt próbáljuk összehangolni amennyi. Azt gondolom, hogy bizonyos szempontból ugyanúgy zajlik a család élete, mint bárhol máshol. Hát egy kicsit speciálisabb apa szerepe, de hát azért próbálunk ennek is megfelelni. És mit szólnak ők, hogy gyakorlatilag az édesapjuk Székesfehérvár első embere? De nagyon vegyes, és életkorban is változik. Én két kis történetet szeretek ilyenkor elmondani. Az egyik fiamhoz kapcsolódik, aki egyszer azt mondta, hogy apa, veled nem jövünk be a városba, mert te mindenki ismer, és mindenki megállít, és beszélgetsz, úgyhogy legyünk együtt, de valahol máshol. A másik pedig egyszer megkérdezte tőlem, hogy vége volt a nyári szünetnek, hogy apa, a polgármester el tudja intézni, hogy még legalább 2 hétig nyári szünet legyen, és mondtam, hogy nem. És akkor komolyan rám nézett, és megkérdezte, hogy de akkor minek a polgármester? Úgyhogy így. És minek a polgármester? Hát a város élére kell egy csapatkapitány. Németh Ádám 3 gyermeket nevel, emellett pedig a közelmúltig még legalább 20 gyermek sorsát felügyelte. Mint mondja, sokat tanult az elmúlt pár évben. Székesfehérváron egy 6 éve alapult gyermekvédelmi intézmény. Én ezt az elmúlt 6 évben egészen a közelmúltig vezettem, és nagyon sok tapasztalatot sikerült összegyűjtenem, és ezt kamatoztatni a családi életben is. Legalábbis ezen vagyok, tehát nagyon igyekszem ezt tudatosan beépíteni, amiket ott kaptam. Én azt gondolom, hogy amikor oda a gyerekek jöttek fejlődni, akkor ez egy kölcsönös dolog volt, és én velük fejlődtem, és ezt így igyekeztem megélni. Ennek most csak hasznát látom. Én már szeptember óta nem vagyok ott, de a tapasztalatok azok nem vesztek el. Hogyan lehetett összeegyeztetni a családot és a karriert? Azt gondolom, hogy feszültséggel teli történet, de aztán azt hiszem, hogy a szükségletek azok döntenek. Amikor azt látom, hogy a gyermekem mellett a helyem, akkor az visszább kell szoruljon a karrier. Ugyanakkor meg én azt is gondolom, hogy fontos a család biztonsága is, és hogyha ez megkívánja azt, hogy az ember plusz időt tegyen olykor a munkába, akkor az megkívánja. Szirányi Bence válogatott jégkorongozó nagyon elfoglalt, de mint mondja, nagyon szereti a kihívásokat. Nem könnyű, szerencsére arra termettem, hogy ezeket a kihívásokat kibírjuk. Mind a párommal, mind én nagyon szeretjük a kihívásokat, így a két gyerkőcmet is megtaláljuk a módját arra, hogy a jégkorongot tudjam folytatni. Mit szólnak ez a gyerekek? Örülnek neki, amikor látnak a tévében, mindig integetnek, csak mindig sajnálják, hogy én nem integetek vissza. Próbálnak utánozni is, tehát hogy a jégkorongból úgy bele-bele kóstoltak már, otthon már nincsenek tiszta falak, mert szét vannak verve a hokítővel, de nagyon tetszik nekik. Mennyire lehet összeegyeztetni a hétvégéket? Ebben nőttek föl, tehát hogy amióta én akár ismerem a feleségemet is, jégkorongozom, tehát junior korom óta vagyunk együtt a feleségemmel,
tehát ő is ebbe tanult bele, megszokta azt, hogy általában a jégkorongozónak a péntek, szombat, vasárnap az a legforgalmasabb, és utána a hétköznap esetleg van egy-egy pihenőnapunk. A gyerekek meg ugye ebben nőttek föl, tehát próbáljuk a hétköznap délutánokat, amikor szabadabb, azt minőségi időt eltölteni együtt. Mi kell ehhez? Türelem és logisztika? Pont ahogy mondott, ugyanígy, tehát türelem és logisztika. Sokszor este hosszú percekbe telik, amíg átbeszéljük, hogy hogyan is legyen a következő nap. És mit szólnak ahhoz a gyerekek, illetve hát inkább a gyerekek barátai, hogy gyakorlatilag egy sztár az édesapjuk? Nem igazán fogják még föl. Tehát az óvodában úgy ismerik névről, meg hogy a Szirányi Vince, meg a Szirányi Benedek, és hogy az mégiscsak a Szirányi Bencének a fia, de nem igazán van semmiféle ilyen nagy hangsúly ezen. A beszélgetésen a hétköznapi élethelyzetek is szóba kerültek, és egy-egy történeten keresztül hasznos nevelési tanácsokat is hallhattak a résztvevők. Az Apa Klub hasonló érdekes és hasznos tanácsokkal szolgáló beszélgetéssel tavasz elején folytatódik majd. Közel 200 millió forintos városi beruházással lett komfortosabb a Berényi úti orvosi rendelő. Az intézmény a Kégül György program keretében szépülhetett meg kívül és belül. Teljes egészében megújult a kerítés, elkészült a falszerkezetek utólagos vízszigetelése és külső hőszigetelése, de egyebek mellett új kazánnal korszerűsítették a fűtési rendszert, valamint a tető is megújult. A Berényi úti gyermekorvosi rendelő tehát új köntöst öltött, még modernebb környezetben várják az ideérkező pácienseket, vagyis két gyermekorvosi körzet kisbetegeit és a kismamákat is. Varga Márta, a Humán Szolgáltató Intézet igazgatója az újítások első lépéseit elevenítette fel. Itt még 2006 előtt nem volt külön várója az egészséges rendelésre érkező kismamáknak és kisgyerekeknek, és ez volt az egyik fontos szempont, ami a 2006-os felújítást indította, illetve akkor történt a villamoshálózat felújítás is, ami már szintén nagyon előregedett, elavult volt, illetve az ablakok cseréje is akkor történt meg. Ennek folytatásaként valósult meg a 19,5 millió forintos beruházás, melynek köszönhetően még korszerűbb lett az intézmény. A lakosság nagy-nagy örömét tudom én is tolmácsolni, és rendkívül boldogok és megelégedettek azzal, hogy ez az orvosi rendelő tulajdonképpen külső-belső térben megújult, és hát ez egy nagy segítsége, azt gondolom, hogy egy ilyen kulturált kiszolgálás történjen az egészségügyi szempontok szerint. A felújítás tavaly év végén fejeződött be. Az egész rendelő felújítási programunk azt hiszem, hogy nagyon nagy jelentőségű a város életében, hiszen szinte valamennyi rendelőt felújítjuk. Amelyik felújításra szorul, azt ebben a programban mindenképpen valamilyen szinten fogjuk érinteni. Ennek már több állomása volt tavaly, és tavaly évvégén fejeztük be ennek a Berényi úti régi kis családias rendelőnek a felújítását, ami nagyrészt külső felújításokból állt, és bizonyos belső átalakításokat, bútorzat cserét is végrehajtottunk. Ez valóban nagyon fontos, hiszen közel 2000 kisgyerek ellátását teszi ez kényelmesebbé, komfortosabbá, valamint az itt dolgozó doktorok, asszisztensek és védőnök munkáját is kényelmesebbé teszi. Tehát akkor a program pedig folytatódni fog akkor, ahogy a szavaiból kivettem. A program folytatódni fog, és azt kell, hogy mondjam, hogy eddig a kisebb volumenű felújítások valósultak meg, hiszen a nagyon nagy rendelők komplex felújítása alapos tervezést és hosszú engedélyeztetést igényel. Tehát ezeknek a munkáknak most januárban tudtunk nekiállni, a köfém rendelőben már dolgoznak a kivitelezők. Wilhelm Robert házi gyermekorvos az intézmény ünnepélyes átadóján kiemelte, a megújulás lehetővé teszi, hogy az ideérkező gyerekeket és kismamákat az eddigieknél is méltóbb körülmények között lássák el, ugyanakkor az orvosok is családias környezetben dolgozhatnak. Igen, hát nagyon szerencsések vagyunk, mert mind a rendelőnek az elhelyezkedése, mind pedig a rendelőnek a beosztása olyan, hogy mi családias környezetben tudjuk itt a kis betegeinket ellátni, és hát szerencsések vagyunk abból a szempontból is, hogy két körzet és a védőnők tartoznak ide. Ennél fogva bőven van hely és tér mindenkinek arra, hogy a saját munkáját végezze.
Ezt toldottuk meg most itt a felújítás során azzal, hogy kicsit próbáltuk belevinni a saját fantáziánkat, a saját színvilágunkat is, ha mondhatjuk így, hogy egy olyan környezetet, egy olyan milliót hozzunk létre, ahol nem érzik azt a kisbetegeink, hogy orvoshoz jöttek, hogy itt esetleg komolyabb kihívások elé néznek, úgymond. Tehát mindenképpen az volt a célunk, hogy jól érezzék magukat. Ezt még az utóbbi években a számukra létrehozott játszósarkokkal, illetve játékokkal és kis asztalokkal, színezőkkel, tehát egy számtalan olyan dologgal tudtuk kiegészíteni, aminek során végül is egy családi ház, egy otthonos családi környezet jött itt létre. Hát teljesen nem készült még el, a bútorok egy része, illetve a berendezések egy része még hiányzik, székek, máróból, a játékok ennek megfelelően nem kerültek még mind a helyére, és hát folyamatosan kapjuk a felajánlásokat, és hozzuk az új játékokat, meg az új kiegészítőket. A másik, a külső környezettel próbálunk majd, ha már jobb idő lesz tavasszal, még egy kicsit kezdeni, de egyelőre az még a március-áprilisnak a velejárója lesz majd. A felújítások egyébként folytatódnak, további 8 rendelőintézet újul meg a városban, a program a terv szerint 2021-re fejeződik be. Egy úgynevezett energiakövet járt a Fehérvár Surgói Általános Iskolában. Nagy Bence a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal képviseletében interaktív előadást tartott a felsősöknek energiahatékonyság és energiatudatosság témakörben. Mit látszik? Mi az első, amit meg tudsz nevezni? Megújuló energiaforrásokat keresnek ezen a képen a Fehérvár Surgói Általános Iskola 6. osztályosai. Különleges napjuk volt ma a felsősöknek. Nagy Bence a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal energiakövete tartott nekik órát a délelőtt folyamán. Meg tudjuk beszélni, hogy mit is jelent az, hogy energiatudatosság, energiahatékonyság. A tavalyi év márciusa óta járja a hivatal 4 energiakövete az országot. Általános és középiskolákban tartanak szemléletformáló órákat. Egy-egy óra keretében a diákokat próbálják a minél hatékonyabb energiafelhasználásra ösztönözni. Tavaly április környékén volt egy kiírás a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak, ahol energiaköveteket kerestek, akik általános és középiskolába látogatnak el, hogy ott energia szemléletformáló órákat tartsanak. 3 energiakövetet akartak eredetileg választani, ebből 4 darab energiakövet lett, és a verseny pályázatába egy óratervvel kellett pályázni, illetve egy darab kisebb videóval. Te is egy ilyen energiakövet lettél, mit csináltok egy ilyen órán, mi lesz majd itt a következő egy órában? Ebben az órában alapvetően szemléletformáló jelleggel, eszközöket bevíve és a kezükbe adva próbálunk minél szemléletesebb és jobb interaktív órákat tartani az energia tervezés, tudomány, energiahatékonyság témakörében. Ezekre a dolgok annyira vannak tisztában a gyerekek, az hogy lehet, azt gondolom, hogy nem ez az első nap, amikor. Nem ez az első nap valóban, ez már a sokadik órán, viszont ami sokkal fontosabb ennél, hogy szerintem alapvetően nagyon-nagyon jól tisztában vannak ezekkel a dolgokkal, viszont szintetizálni kell ezt a tudást egy picikét, és összerakni azokat, meg rávilágítani azokra a fontosabb kérdésekre, mert alapvetően szerintem ez benne van a köztudatban, csak egy picikét fókuszálni kell a tudást. 16. Hol szökik meg a legtöbb meleg egy családi házban, milyen alternatív energiaforrások léteznek, és hogy lehet spórolni a vízzel? 45 perc alatt egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ kaptak a fiatalok. Sok mindennel tisztában voltak a gyerekek, a hangsúly inkább azon volt, hogy a meglévő tudásukat hogyan tudják rendszerezni és a mindennapi életben felhasználni. Egy váratlan lehetőség volt Bence érkezése. Mi 2017. január óta tagjai vagyunk az Országos Ökoiskolai Hálózatnak, ami azt jelenti, hogy úgy gondolom, hogy az átlagnál jobban is igyekszünk odafigyelni egy környezettudatos magatartásforma kialakítására, egy szemlélet kialakítására az intézményünkben, és igyekszünk nyitott szemmel figyelni a médiát, és hát így bukkantunk rá egyrészt Bencére egy cikk kapcsán, amikor is kiderült, hogy ő egy székesfehérvári fiatalember, aki elnyerte ugye ezt az energiakövet címet, és még egy páratlan szerencse volt, hogy az is kiderült, hogy ismerettség is van egy szülőn keresztül is, így személyesen
ezáltal is kapcsolatba tudtunk vele lépni, és ő nagyon készséges volt, és felajánlotta, és ebben az ő menedzserei is úgymond segítséget adtak, hogy eljön az iskolánkban. Volt már itt egyszer ismerkedni, hospitálni a közösséggel, a gyermekközösséggel, és a mai napot pedig arra szánta, hogy bemutassa a gyerekeknek, hogy mit is jelent Magyarországon energiakövetnek lenni. Ez egy micsoda felelősségteljes feladat, és nagyon örülünk annak, hogy ösztönzi a gyerekeket arra, hogy ők is nyitott szemmel járjanak, legyenek gyakorlatiassak, nem csak a tankönyvekből kell megtudnunk, hogy mit jelent az, hogy felelősek vagyunk a környezetünkért, hanem hogy a valóságban is mit jelent ez, és hogy nem kell mindjárt a világot megváltanunk, hiszen a szűkebb környezetünkben, akár az otthoni háztartásban is, már mennyi mindent megtehetünk azért, hogy a környezetünkre odafigyeljünk. Konkrétan ugye Bence témája az energiagazdálkodás, ez egy nagyon fontos feladat. Itt az iskolánkban is mindig kérjük őket, hogy ebben legyenek partnerek. Tehát bízunk abban, hogy ez a mai nap, ez nagyon sok mindenben jelent újdonságot számukra, és bízunk abban, hogy erre is építkezve, erre a mai napra, mire kikerülnek a mi iskolánkból, és elindulnak a felnőtté válás útján, felnőtt emberként valóban ők is egy környezettudatos szemléletmóddal fognak rendelkezni a mindennapokban, és óvni fogják a földünket. A MEH Energia követei tavaly decemberig már több mint egy tucat osztályban csak nem 400 tanulónak tartottak hasonló rendhagyó órákat. Fehérvár Csurgó mellett jártak már Szegeden, Budapesten, Sásdon, Budaörsön és Nyíregyházán is. Néhány órán keresztül mindenki azzá válhatott, ami csak lenni akart. Ötletes jelmezekbe bújtak a fiatalok pénteken délután, ugyanis idén is megtartották a nevelőszülői hálózatban nevelkedő gyerekek farsangját. Míg anyu öltözik, az apu ideges, mert olyan lassan készül el, hogy addigra este lesz. Íjajú, gyűlölem én a strandon, ruttan, annyira szép és jó. Annyi vicceset látok, hallok, és még a vízsakon. A pancsoló kislány és családja, mesehősök, de a magyar és argentin válogatott is bemutatkozott pénteken délután a gyermekvédelmi központban. A nevelőszülői hálózatban nevelkedő gyermekek farsangi rendezvénye idén is jó hangulatban telt. Ha csak egy napra is, de mindenki az lehetett, ami lenni szeretett volna. Hogy ki minek öltözött be, már is mutatjuk. Katonának. Miért vagy katona te itt ma? Azért, mert farsang van. Miért pont a katonai elmeszt választottad? Mert azt szeretném volna. Szeretnél katona lenni? Igen. Minek öltöztél? Focistának. Miért öltöztél focistának? Mert szeretem is a testvérem arra jár. A gyermekvédelmi központ által működtetett nevelőszülői hálózatban jelenleg körülbelül 200 nevelőszülő teljesít szolgálatot. Jakab Ferdinándné és férje 3 gyermeket vettek magukhoz. Szeretjük a gyerekeket, és segíteni szeretnénk rajtuk. A nevelőszülői hálózat erősnek bizonyul, hangsúlyozta Deresné tanárki Mária. Az igazgatónő elmondta, így több száz árva gyermek nevelkedhet családban. Egy újjáélesztett hagyományról van szó a farsangi programunkkal, mind a nevelőszülős, mind a gyerekotthoni szférában. Tulajdonképpen telet búcsúztatunk és tavaszt várunk közösen a gyerekekkel, most a nevelőszülői családban nevelkedő gyerekekkel. Mennyi nevelőszülőt érint ez a program pontosan? Ugye a mi hálózatunkban jelenállás szerint 191 néhány nevelőszülő teljesít szolgálatot, küldetést, dolgozik a gyerekekkel, és hát az összes gyerekünknek jelentős százalékát, közel 70%-át nevelik ezek a nevelőszülői családok, szám szerint ez több mint 600 gyereket jelent. A vízvilágnapjára is szoktak készülni, idén is lesz-e ilyen program? Igen, feltétlenül. Több programunk is lesz az év során. Nagyon-nagyon komoly Európai Uniós projekt indul el a napokban majd, a Legyen más a szenvedélye címmel, egy drogprevenciós programsorozat, ami 24 hónapon keresztül fog tartani. Másrészben pedig van egy reintegrációs programunk, amelyet szintén februárban indítunk el az Arconic támogatásával,
és hát pályáztunk a civil szervezetek számára kiírt pályázati lehetőségre is. Ott is egy gyerekeket megsegítő, közösségépítő programmal szeretnénk indulni. És hát indulnak természetesen a pályaorientációs programjaink, illetve az Egy Hullám Hosszon programunk, amit nagyon szeretnénk elindítani, ami ugye a környezeti nevelési program tulajdonképpen, és ebbe illesztjük bele a vízvilágnapját, a földvilágnapját, madarak és fák napját, tehát hogy sok mindenféle programot tervezünk a gyerekek számára ebben az évben is. A rendezvény célja, hogy közösen búcsúztathassák a kicsik a telet, és hogy köszönthessék egymást a nevelőszülők és gyermekeik a farsang időszakába lépve. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!